A második világháború éveiben Magyarország földje lengyelek tízezrei számára vált sajátos menedékhelyé. Volt, akinek éppen csak rövid megállóhelyet jelentett útban, a Franciaországban alakulóban lévő lengyel hadsereg irányába, másoknak viszont menedékként szolgált a világháború 6 évén keresztül. Mégis, akik ide kerültek, mindannyian kiemelték a magyar nép megértését, segítőkészségét, s azt, ahogyan katonai és polgári menekültként bántak velük, amikor a szeptemberi összeomlás után elhagyni kényszerültek hazájukat. Mint minden év szeptemberében, így 2013-ban is meghitt ünnepség színhelye volt az egri vár. Eger testvérvárosából, Psemisből érkezett delegáció helyezte el a tisztelet koszorúit. Eger város előjáróival közösen hajtottak fejet egy olyan emlékhelyen, amely a történelem egy vérzivataros időszakának mementója. ...1939-ben, mint már annyiszor, a lengyel-magyar testvéri szeretetet bizonyította a világ számára, hogy kiállja az idők próbáját, és felülemelkedik a történelmi sors minden nehézségén. Eger városának ezeken a filmkockákon megelevenedő mindennapjai az utolsó békeév hangulatát idézik. A filléres gyorsvonattal megérkező nagyközönséget, a város idegen forgalmának fontosságát reprezentálandó a polgármester fogadta. Mindenki az érdeklődésének megfelelő helybéli attrakciókat tekintette meg. A város szívélyes vendéglátóként kalauzolta a több száz fős tömeget. A szüreti felvonulás, a strandfürdők és természetesen a vár volt a rendezvények középpontjában. Az önfeles strandolók nem csak a fürdők vízét élvezhették, de betekintést nyerhettek egy idegenforgalmi film készítésének kulisszatitkaiba is. A korszak másik legfontosabb médiuma a rádió volt. This is the national program from London. The first news copyright reserved. 1939-ben a megdöbbent hallgatók a BBC adásából értesülhettek először arról, hogy egy nemzetet megtámadtak és lerohantak. Orders completing the mobilization of the Navy, Army and Air Force. 1939. szeptemberében lengyel menekültek tízezrei érkeztek magyarországi befogadó állomásokra. Pontos számuk nem ismert, de a lengyel és magyar történeti kutatások összegzése alapján minimum 50-60 ezerre tehető az a több hullámban érkező katona és civil tömeg, amely a megpróbáltatások elől Magyarországon keresett és kapott menedéket. Az első hivatalos kapcsolatfelvételre 1939. szeptember 12-éről 13-ára virradóan került sor.
Adam Rubnicki alezredes, a Kárpáti Hadsereg operatív vezérkari főnöke Jászol Fedő nevű akciócsoportja élén tárgyalt a magyar katonai vezérkar képviselőivel. Eger városába 1939. szeptemberében érkeztek meg az első menekültekkel teli gépjárművek, de mindezek mellett vasúton is tömegeket evakuáltak. A katonai alakulatok a vár laktanyában lettek lajstromba véve, miután hadiszereikkel együtt érkeztek. A civilek városi elosztó táborokba kerültek, ahol megkezdték ellátásuk és gondozásuk megszervezését. A történeti tanulmányokban, melyek a lengyel menekültek sorsát kutatják, az internálást, mint hivatalos eljárást Magyarország vonatkozásában rendre idézőjelbe teszik. Helyette az ideiglenes elosztó tábor, gondozó állomás, vagy egyszerűen befogadó tábor néven említik ezeket a menedékeket, melyek száma 1939 végére 47-re emelkedett. 1939 őszén a német csapatok megtámadták Lengyelországot, és emiatt a lengyel katonáknak, meg hát a lakosságnak is menekülnie kellett hazájából. Többek közt igen-igen sok lengyel katona lett Egerben elszállásolva, részben lent a Deák Ferenc utcán az állomásnál, a Borsesz udvarában, részben pedig fönt a Dobó István várlaktanyában. Végeredményképpen a magyar nép, és mi is, akik akkor hát 14-15 évesek voltunk, ekkor szembesültünk közvetlen magával a háború tényével. Ezeket a lengyeleket igen nagy szeretettel, és főleg igen nagy sajnálattal fogadtuk őket, mert ez egy borzasztó dolog, amikor valakinek a hazájából menekülnie kell. Egerben a lakosság szimpatizált a lengyel menekültekkel, ezt abból tudom, hogy én magam is többek közt a várba vittem föl szendvicseket, és akivel találkoztam, odaadtam neki, de láttam a magyar, az egri lakosokat is, az egri polgárokat, hogy élelmiszereket visznek fel. Becsületére legyen mondva a cisztereknek, befogadták a lengyel katonáknak a gyerekeit. Én velem is járt egy akkor 15 éves lengyel fiú, nem tudom a vezeték nevét, azt tudom, hogy László volt a keresztneve, mi csak úgy hívtuk, hogy Lengyel Laci. Körülbelül egy olyan másfél-két hónapig járt velünk, azután máró hónapra eltűnt, nyilván a szüleit, vagy az édesapját, hát szóval akikkel jött, illetve hozták Egerbe őket, azokat elvezényelhették, és ezért ment el tőlünk. A városban szabad mozgási joggal rendelkeztek a menekültek, így aztán további sorsuk alakítását, ha konspirált módon is, de kezükbe vehették. Ezt példázza egy visszaemlékező története is. Egerben 1939-ben és a 1940 elején nem csak a várban laktak lengyelek, hanem magánházaknál is, többek között a Deák Ferenc utcában lakott három pilótatiszt. A kollégámék akkor feltehetően, bár nem emlékszem pontosan, vagy a Deák Ferenc út 19 vagy 21 szám alatt laktak.
most már nem tudom beazonosítani. A három pilóta tiszt mindenáron tovább akart menni Magyarországról, Angliába, és harcolni akartak a németek ellen. Ezért mindig keresték a kapcsolatot a felkelőkkel. Így kaptak értesítést bizonyos napokon, bizonyos időben és meghatározott hullámhosszon, rádión keresztül. Mivel ahol laktak, ott nem volt világvevő rádió, így a kollégámékhoz jártak át. Meg is érkezett aztán egyszer az utasítás részükre, azt hiszem, hogy úgy mondta Jablonszky György, hogy 1940. február elején vagy január végén, és Szerbián keresztül mentek a Rijekai kikötőbe. Meg volt határozva, hogy kisegíti őket át a magyar határon, és kíséri el Rijekába. Szerencsésen át is jutottak, megérkeztek Londonba, és végigharcolták a háborút. Ketten elpusztultak a harcok során. Egy pilóta megmaradt közülük, aki írt is egy levelet, egy köszönő levelet a háború után a volt kollégámnak, de ő nem tért vissza Lengyelországba, mert a családja elpusztult a háború alatt. Én örülök annak, hogy ezzel a kis történettel is hozzájárulhattam az egri polgárok és egri városnak a helytállásához és a bemutatásához. Most itt ülünk a rádiónál, megjött tőled az üzenet. Jó ét, drága kis 1939 telén, mintha a természet is háborút viselt volna az emberekkel, az évszázad egyik leghidegebb tele sújtott le a városra. Csak te rád gondolok, jó ég, jó ég, arra kívül. Elgémberedett árusok diderektek a piactéren, szűkös árukészletükkel. Lassanként egyre nagyobb gondok fenyegették a várost. Jó ég. Csak te rád gondolok, jó ég. Embermagas hótorlaszok zárták el a szűk, középkori utcákat. Jóhajom talán megtalál, drágám. Mindezek ellenére a legtermészetesebb volt a lengyel befogadottak lehető legjobb körülmények között történő ellátása. Két karod átölelt nem rég. Az újonnan épített síkfőkúti kirándulóhely turista szállójában is lengyel csoport húzta meg magát, jól rejtve az egyre aktívabb német titkos ügynökök elől. A település lakossága segítette őket élelemmel és ruházattal. Szántó György édesanyja is a segítők között volt, és később szembesülnie kellett a korszak kegyetlen valóságával. A lengyel csoportról készített fényképet évtizedekig rejtegették, nehogy illetéktelen kezekbe kerülve azonosíthatóvá váljanak az időközben tovább menekülő lengyel civilek és katonák. ...1939-ben jöttek ide a lengyelek, nem tudtam, hogy miért, annyit mondtak, hogy a fricek, a németek megszállták Lengyelországot és tőle menekülnek, és hogy mit mondjak még, az anyámat ki akarták a németek végezni fent a Mókusvillába, hogy őt vették gyanúba. Úgyhogy én sírva vittek el onnan, és az anyámat kérem szépen olyan másfél hónapra
találtam meg, helyesebben mondva jött utánunk le Noszvajra. Egerben a mai Ady Endre utca 58 szám alatt befogadó családnál kapott menedéket egy lengyel tiszt feleségével és újszülött kislányukkal, Arankával. Ezen a fényképen ők lettek megörökítve, akár egy nyári vakáción is készülhetett volna, ha nem tudnánk a dátumot. A járókelők minden nap elmennek egy kapu előtt, amely számukra semmiben sem különbözik a többitől. Aranka Biegum számára azonban mindmáig zarándok hely ez a ház, így emlékezik azokra az időkre. Znalazłam się tu w ten sposób, że mój ojciec był internowany tutaj na Węgrzech. Najpierw był w Budapeszcie, tam się pobrał z moją mamą. Później kościelny ślub już miał w Perek. Imię mam stąd, że po prostu dla upamiętnienia tego, że tutaj byłam na Węgrzech, no i później ojciec był przeniesiony do Egeru, tutaj był, bo był porucznikiem Wojska Polskiego. No i później w 1944, prawdopodobnie w tym czasie, jak rozwiązywany był obóz internowanych, dostał rozkaz, że mają gdzieś tam iść. Dostał się do niewoli najpierw pod Berlinem, a później w Austrii. Po wojnie wrócił do swojego do tej miejscowości, z której właściwie wyszedł, czyli do Żywca, i tam do śmierci pracował jako adwokat. Moja mama wcześniej zmarła, no bo ciężko chorowała Egeru ze względów jako podróż sentymentalna, ponieważ chciałam zobaczyć, gdzie byłam, gdzie mój ojciec był, gdzie moja matka była, gdzie nam było, no, wiedziałabym dobrze. Mimo strasznych czasów. I mój ojciec z sentymentem cały czas wspominał właśnie, zresztą odwiedzał. Maradt itt sok lengyel. Többek közt két dologra emlékszem vissza. A Tamásra, a műstoppolóra. Egy kis alacsony, nagyon kedves, kedélyes ember volt. Nem tudom, hogy mi volt a rangfokozata. Ellenben egy szólásmondás volt Egerben, hogy Tamás, a műstopp, téged lestopp. És amikor mentünk az utcán, amikor megláttuk, akkor mondtuk, ő pedig kedvesen mosolygott. Számos civil szervezet mellett a magyar cserkészek szintén sokat tettek a menekült lengyel fiatalok sorsának könnyítésén. Cserkésztáborok eldugott helyein, folyók partján és erdők rejtekén cserkész egyenruhában vészelték át a nehéz napokat. Ez a kétnyelvű cserkész emléktábla is ennek állít emléket, melyet a mai napig relikviaként őriztek meg az utókornak, az akkori lengyel-magyar határ sziluettjét mintázva, azokat a településeket jelöli, ahonnan lengyel cserkészek érkeztek hazánkba. Egerben számos emlékhely őrzi a máig velünk élő lengyelek történetét. A Bródy Sándor könyvtár homlokzatán épp úgy jelet hagytak, mint a volt lengyel gimnázium épületének helyén. Természetesen nem csak a kövek őrzik ezt az emlékezetet, hanem az egri temetők is. A halottak napján virágba öltözik a kisasszony temető is, ahol a magyar és lengyel együtt nyugszik, örök testvéri szeretetben.